Elkezdődött a pályaorientációs kalandőrület, jelenleg a Vásárosdombói Általános Iskolában vagyunk. Az itteni csapat tavaly megnyerte a versenyt, erről kérdezzük most az igazgatót, Lantos Attilát. Üdvözlöm! Mi is a véleménye a tavalyi teljesítményről? Miért döntöttek úgy, hogy részt vesznek ezen a versenyen? Sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Nagyon nagy meglepetés volt ez a tavalyi verseny nekünk, és nagyon köszönjük szépen ezúton a tavalyi felkérést. Váratlanul ért minket, hogy egy ilyen versenyen részt tudunk venni. Egyedüli baranyai iskola voltunk, akik részt vettek ebben a versenyben. Nem is nagyon készültek egyébként a versenyre a gyerekek, hiszen nem is tudtuk, hogy milyen feladatok várnak rájuk. Éppen ezért nagyon megörültünk annak, hogy elsők lettek. Idén is ugye titkos a feladatok megoldása, hiszen egy időben mindenki egyszerre oldja meg a feladatokat, ez most online zajlik. Jelenleg hány csapat vesz részt ezen a versenyen, és idén mik az elvárások, mit vár a versenytől? Az iskolánkból egy csapat vesz részt a versenyben. A tavalyi versenyből kiindulva már bizonyos feladattípusokra felkészültek a tanulók, úgyhogy idén már könnyebb dolguk van. Egyébként két hete már lázasan készülnek a versenyre, gyűjtik az alapanyagokat, sejtjük azért, hogy milyen feladattípusok lesznek, és azért erre fel tudtak készülni. Ugye valószínűleg jövőre is lesz verseny. Vannak-e tervek, hogy jövőre is indítanak egy csapatot, vagy van-e már olyan diák, aki most jelentkezett önként, hogy szeretne részt venni ezen a versenyen a jövő évben? Jelentkező még nincs, mindenképpen szeretnénk, hogyha indulnának a gyerekek, hiszen nagyon sok hátrányos helyzetű gyermek van az iskolánkban, és nagyon jó nekik ez a verseny a pálya választásra való felkészítéssel kapcsolatban. Jövőre valószínűleg, hogyha engedi a vírus helyzet, akkor már nem online lesz a verseny. Ez megint egy újabb lecke lesz, egy újabb elvárás, vagy egy újabb kihívás. Kíváncsian várjuk a szervezőktől, hogy milyen feladatokkal készülnek a jövő évben. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk! Köszönjük szépen!